Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim, Szenes Andrea vagyok, akinek sorsából és gondolataiból ma tanulunk, népszerű tudósunk, akadémikusunk, Csányi Vilmos. Szeretettel üdvözlöm. Jó estét kívánok. Önnek sikerült elérni az életben azt, amit nagyon keveseknek, a tudományos életben csúcsra jutott, itthon is és külföldön is. Ugyanakkor könyveiből, előadásaiból, a televízióból ismeri az egész ország. Amikor annak idején apukája hazavitte a sérült állatokat, és ön elkezdte babusgatni őket, akkor gondolta volna, hogy ezen a területen lesz híres? Mindig a megoldások érdekeltek, és nem az, hogy most akkor ehhez mit szólnak. Ön etológusként lett népszerű, nem sokan tudják azonban, hogy eredetileg vegyészként végzett, írt könyvet sejtbiológiáról, kialakított a saját evolúciós elméletét. Ezek nagyon különböző területek, amihez már felnőtt fejjel kellett tanulnia, új ismereteket elsajátítania. Aki tudománnyal foglalkozik manapság, az egy életre szóló tanulásra vállalkozott. Csak azért, mert én néha szerepelek a tévében, meg írok cikkeket, azért gondolják, hogy mostan ez egy olyan különleges alak lehet, de a többi tudós ugyanilyen. Mert aki nem ilyen, az lemarad, abból nem, a saját területén nem lesz semmi. 5 év alatt elavul, amit egy tudós tud. És gyakorlatilag értéktelen, hogyha állandóan nem megy a könyvtárba, nem próbálja összeszedni a újabb és újabb ismereteket, akkor véget. Ön is így sajátította el ezeket a különböző területeket, hogy elment könyvtárba, olvasott utána, és egyszer csak rátalált? Ezt az ember megszokja, hogy ez egy technika, tehát ez egy megtanulható technika. A hídépítéssel kell foglalkozni, az is egy szakma, el lehet kezdeni megtanulni, lehet, hogy soká tart, és nem érdemes. De olyan nincs, hogy valamit ne lehessen megtanulni. És amint ezt a gátlást legyőzi valaki, mert ez csak egy ilyen lélektani gátlás, hogy ő ehhez nem ért, és ezért nem is foglalkozik vele, amint ezt legyőzi, akkor nyitva van előtte a világ. Azt kell megtanulni, hogy a változás az egy tanulható dolog. Legtöbb ember azt gondolja, hogy amit ő tud, az végleges, és csak abba szabad mozogni, mert hogyha valami új dolog, valamihez nem ért, akkor utána leég, vagy rosszat csinál, és az milyen nagy baj. De ez nem így van. Ez az egy, amit meg kell tanulni. Aztán utána már minden adódik magát. Jól értem, hogy ön úgy vélekedik, hogy ugyanolyan könnyen lehet felnőtt korban elsajátítani valamit? Én azt mondom, hogy egyre könnyebben.